feldúlt állapotban van, hát gondolom csodálkozom egy ilyen ötös után a Ferencvárostól. Az első fél időben nagyon könnyen jöttek itt a pápai védelem bal oldalán. Mi volt ennek itt az oka, hogy látja? Nem vagyok feldúlt, végtelen elkeseredett vagyok, nem is nagyon kezdenék bele most ilyen válaszokba. Volt egy A-tervünk, ugye, hogy megpróbálunk az élcsapatok mögé felzárkózni, ez újfent nem sikerült, úgyhogy én azt gondolom innen a B-terv lép életbe, az meg mi lehet más, bennmaradást kitűzzük zászlónkra. De hát azt gondolom, hogy az majd a tavaszi szezonnak egy története, és jelen állapotomban úgy gondolom, hogy azt majd mással. Hát akkor ezek szerint ezt jól értem, hogy befejezi itt a tevékenységét? Ez nagyon meglepő, legalábbis én számomra. Bocsánat, hogy közbevágok. Majd meglátjuk, van még a szezonból két mérkőzés. Az őszi szezonnak vége 7. helyen zártunk, még mindig az a mezőny elején szerepelve, és folyamatos gyalászkodás folyik a pápai kispad fölött. Van mindennek határa. Tehát ez most nem a szakmáról szól, ez másról szól, úgyhogy mondom, jelen állás szerint le kell hozni a Debrecen és a Szolnok mérkőzést, amivel még nagyon jó pozícióba kerülhet a csapat, aztán majd meglátjuk. Akkor ezek szerint ezen a két mérkőzésen még marad? Hát nem mondtam semmit, hogy nem a Morales vagyok, de nagyon sokat kell gondolkoznom most, hogy mi történjen. Ennyire rossz a viszonyott a szurkolókkal? Vagy mi a probléma forrása, hogy látja? Én ezt most befejeztem, most lehet itt majd ezzel megint csámcsogni. 2 éve ez a csapat a nyugati csoport 6. helyéről indult, jelen pillanatban pedig az NB1 7. helyezettje. Ez ma egy méretes pofon volt, jobb volt a Fradi, nem vitás. Engem bánt legjobban, hogy ismét nem tudott átlépni a csapat egy küszöböt, de most már nagyon sok olyan dolog van, amiből kezd elegem lenni. Nagyon szépen köszönöm az értékelést is és az őszinte szavakat.